a koronavírus járvány ellenére sem javult a migrációs helyzet Európában. Információk szerint Törökország újabb menekült csoportokat indíthatott útnak az Európai Unió felé, míg Máltáról olyan hírek érkeztek, hogy 650 ezer migráns készül Líbiából Európába. Közben az is kiderült, hogy két hetes karanténba helyezik az olasz partoknál az Alan Kurdi hajón utazó migránsokat. Bakondi Györgyöt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadóját kérdezi most Barna. Parancsolj! Köszönöm szépen, és tábor... Úr, már is ott van a külső stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Az, hogy a török ország felől állítólag, mert ugye ezek hírek, a tényeket nyilván nem tudjuk, nem vagyunk ott, megindulhat egy nagyarányú migráns csoport. Azt hogyan kell Magyarország számára értelmezni? Annak fényében, hogy valamennyi köztelévő ország gyakorlatilag lezárta a határai dzsilipelt. A török politikai vezetés nem csinál ebből titkot, hogy a jelenlegi járvány helyzet lezárulta után folytatni kívánja a határok megnyitásával kapcsolatos eddigi migrációs politikáját. Ez a jövőt mutatja. A jelenlegi helyzet számos nehéz szituációt rejt a migrációt illetőleg is. Az egyik, hogy az európai-balkáni útvonalon, és természetesen a tengeri útvonalakon is, van egy bizonyos csökkenés a migrációs mozgásban, ennek azért alapvetően három oka van. Egyrészt a járvány miatt csökkent az útbaindulási hajlandósága a nagy kibocsátó országoknak. Itt gondolok Afganisztánra, Iránra és Pakisztánra itt a balkáni útvonalon, de hát nyilván az afrikai országokra is. Másrészt nagyon lényeges, hogy nagyon szigorú határellenőrzési intézkedéseket vezettek be a járvány miatt tulajdonképpen Európa összes országában a nemzetállamok, ezért tehát az átjutás jóval nehezebb, sokkal bonyolultabb és sokkal nagyobb a kudarc veszélye. És végül harmadszor sokkal drágább lett az embercsempészek szolgáltatása az előző két körülmény okán. Tehát a mostani csökkenésnek ez a a magyarázata. Ugyanakkor természetesen Magyarország a magyar határok biztonsága szempontjából több lépést is tesz. Egyrészt természetesen minden lehetséges módon figyelemmel kíséri a balkáni útvonalon történéseket, ezeket a híreket is, amit ön említett, vagyis az, hogy bizonyos török intézkedések, migráns csoportokat visznek el görög partok, a görög szigetekhez legközelebbi térségbe, és ott egy összpontosítást, létszám összpontosítást hoznak létre, és nyilván azzal a szándékkal, hogy nyomást gyakoroljanak Görögországra, illetve az Európai Unióra. A görög hatóságok ott is, és a szárazföldi határszakaszon is föntartják azt a szigorú rezsimet, amelyet az elmúlt hetek határhelyzete indokolt, komoly rendőri és katonai létszám erő van a térségbe és Természetesen az Európai Unió, a Frontex erői is több száz fős csoportosítása vesz részt a határőrizetben. Ami a tengeri szakaszt illeti, ott ugye az Alankurdéról volt szó, amelyen 150 migráns tartózkodik, akiket a, ez a német segélyszervezet, a Soros szervezet által fenntartott hajó vett föl a líbiai parti vizeken. Ők ö, úgy, úgy hozták el őket, hogy a líbiai partiőrség több figyelmezhető lövést is leadott, ezzel együtt ide jöttek, nyilvánvalóan, hogy tudták, hogy a járvány miatt a beléptetés nem lehetséges, ezzel együtt mégis ide jöttek azért az olasz partokhoz, hogy Olaszországra is és az Európai Unió migrációs politikájára ugyanazt a nyomást fenntarthassák, amelyet a korábbi időszakban tettek azon ideológiai célokat követve, amelyet Soros György fogalmazott meg. A helyzet úgy áll, hogy ezen kívül különféle híreket terjesztettek a tengerbe veszett migránsokról, ezek nem felelnek meg a valóságba, üres csónakokat láttak, ezeknek a, az utasait a líbiai partijőrség szállította vissza Líbiába. Ez a tömör lényege a jelenlegi helyzetnek. Van, aki ezt már interneten olvastam, lelki hadviselésnek nevezi, mert az üres csónakok látványa akkor is, ha üresen indultak el Líbia felől, csak behúzták a tengerbe, és a hullámok viszik valamerre, ezzel is lehetne nyomást gyakorolni, de mégis azt miképpen lehet értékelni, hogy a mentőhajók közül, és itt idézőjelve teszem a mentőhajókat, egyetlen egy működik, az úgynevezett Alan Kurd, amit tábornokul is említett, és annak ellenére hozta a migránsokat, hogy tudja, hogy zárva vannak a határok, a kikötők is, mégis és biztonságos, szabad kikötőt követel az olasz hatóságoktól, hát valószínűleg erre nem nyílik lehetősége, bár kétséges, hogy a két hét karantén után a 150 valamennyi migráns menekült merre mehet. Tehát én azt hiszem, hogy itt egy, egy politikai látványosság szervezéséről van itt szó, hasonló ez, mint mikor a, akár a magyar határnál is, de a görög határnál aztán nagyon jól látható volt, különféle demonstrációkat, tüntetéseket, tömegfölvonulásokat Tartottak el nemzetközi média figyelmét, felhívták arra, hogy micsoda szörnyű állapotok vannak. Itt is hasonló a helyzet. A, a járvány miatt úgy gondolják, hogy talán a, a migráció nem kapja meg azt a figyelmet, amelyet az ő politikai célkitűzéseik, bizonyos köröknél pedig anyagi hasznuk megkívánna. Ezért fontosnak tartották, hogy ezt a ezt a migrációs nyomást, amelyel politikai céljaikat akarták kikényszeríteni, rákényszeríteni a nemzetállamokra, ez, ez valamilyen módon fenntartható legyen. Különösen így, hogy Olaszországban nagyon komoly intézkedéseket tettek, amelyet a szörnyű járványhelyzet mindenképpen indokolt. Ezzel együtt erősödött Olaszországba az Európai Unió tevékenységének a negatív megítélése. Úgy gondolták, hogy itt a, az ideje, hogy politikai nyomást gyakoroljanak és aktivizálják azokat a civil szervezeteket, emberjogi szervezeteket, liberális szervezeteket, akik eddig is aktívan részt vettek a migráció támogatásában. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Tábornok úr, köszönöm szépen! Én is köszönöm!